Műsorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából. Lou nagy változtatásokat tervez a csapatban, de egy behajtó kihozta a sodrából. Ne, várj! Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz! Essünk túl rajta. Jaj, jókorán bejöttél, tesó. Miért nem mondod el nekem, hogy mi a gond, mert biztos nem véletlenül vagy itt. Nem, semmi gond, csak aggódom. Általában nem érdekel, de néha, amikor az emberek hülyeségeket beszélnek, az nagyon zavar. Tudod, mi a baj, tesó? Találd ki, ki nincs még itt. Ki? Linda, hol van? Lindának dolga van, oké? Figyelj, hadd magyarázzak el valamit. Először is szükségem van rád. Ez az egyik gondom. Megkértelek, hogy segítsetek betanítani Lindát. Én abban nem tudok segíteni, hogy időben beérjen. Mindegy, milyen kifogásai vannak, be kell érnie. Teljesen egyetértek. Ha benne van a műsorban, itt kell lennie, ennyi. Igen, de szerintem itt nem ez a probléma, hanem minden egyéb. Oké, mi van Carlosszal? Mi van vele? Mi a gond? Te mondd meg, mi a gond vele, olyan, mint Matt, csak rosszabb. Ő is bajkeverő. Oké, akkor miért nem veszed a szárnyaid alá? Azzal fogom a szárnyaim alá venni, hogy felírom, ha nem vesz vissza, tesó. Tudod mit? Ha nem lesz csapatjátékos, akkor el kell mennie, mert itt ő a gond. Egyetértek. Ha háromszor elcseszi, írt fel, elengedjük és keresünk mást. Akkor ezt fogom csinálni, csak tőled akartam hallani. Oké. Ezen kívül is van valami gond. Igen, nem akarom, hogy azt hitt, hogy le akarlak cserélni, vagy lefokoztalak. Szükségem van a segítségedre az üzlet bővítésében. Terjeszkednünk kell, és új alkalmazottakra van szükségünk. Vontatók is kellenek még, ehhez lenne rád szükségem. Számíthatok rád? Hát persze. Oké, ennek meg kell lennie. Ennyi volt. Mennem kell dolgozni. Mikor ér be Linda? Bármikor itt lehet. Később beszélünk. Legalább megnézted a papírt? Nem néztem én meg semmit. Azt mondták, hogy ezt te intézed. Mindig nézd meg a papírt, még akkor is, ha én nem láttam. Itt van a kocsiban. Az egyik emberünk látta ezen a címen a kocsit. Reméljük, tényleg ott lesz. Parancsolgató vagy. Tessék, parancsolgató? Nem lehetek hozzád őszinte? De. Sokan viccelődnek azzal, hogy olyan vagyok, mint Freud fiatalabb kiadása. Csak jobban nézek ki. Vékonyabb vagyok, meg ilyenek, érted? Igen. Csak szeretném tisztázni, hogy köztünk csak munkakapcsolat van. Semmiben nem hasonlítasz Freudra, még fiatalabb korában sem. Ha azt hiszed, hogy én álmodozom rólad, akkor... Nem ezt mondtam. Vagy úgy érezted, hogy... Pedig így hangzott. Jobb, ha kivered ezt a fejedből. Carlos szerintem nem vonzó. Van egy remek férjem. Mégis miért vonzódnék hozzá? Az a hülye sapka, amit hord, teljesen lelomboz. Utálom. Undorodom tőle. Egy szürke Mazdát keresünk. Hármas Mazda. Te nézd meg azon az oldalon, én figyelem ezt. És itt is van. Megvan a kocsi. Megvan az alvásszám. Miért itt parkolsz? Nem akarok túl közel menni a kocsihoz. Akkor fogsz meglepődni, ha a fickó kirohan a kulcsokkal, beszáll a kocsiba, mi meg bent ragadunk. Szóval azt akarod, hogy álljam el az utat. Szonyával könnyű szórakozni. Csak kimondtam Freud nevét, és kész. Most nagyon ideges. Jól van, elállom az utat. De csak azt a kocsit szorítsd be, ne az összeset. Megnézem az alvásszámot. Nem, te keresd meg a tulajdonost. Jól van, kösz szépen. Oké, itt emberek vannak. Jó kép, a Facebookra lesz? Igen. Twitter, meg ilyenek? Igen. Király. Te is kérsz egyet? Nem, jó így. Miért vannak itt kamerák? Miattam vannak itt. Egy tévéműsort forgatunk. Megnézzük, mit csinálnak az emberek. TV-sztár vagy, csinálhatnak egy képet? Persze, miért ne? Carlos, megvan az adós? Mindjárt meg lesz. Oké, akkor mondd meg nekik, hogy hagyják abba és jöjjenek ide. Szerintem Carlos nem fotogén. Amúgy sem akarnék vele fotózkodni, mert azt hiszi, ő Freud.
És ez nem segít megszerezni a kulcsokat sem. Van köztetek egy Michael nevű srác, aki Mazdával jár. Miért jöttél ide? Miért keresed Michaelt? Jó van, akkor te vagy az. Azt nem mondtam. Te vagy Michael, vagy nem? Én csak ezt akarom tudni. Hadd lássam. Ennyit akarok tudni. Oké. Figyelj, meg kell találnom Michaelt. Bajban vagyunk. Senki nincs bajban. Ha nem adod ide a kulcsokat, akkor el is vontathatjuk a Mazdát. Nem az én kocsim. Akkor vigyük. A robot bepipult. Hova megy a robot? Ez az utolsó esély, hogy megmondjátok, ki ez a Mazda. Uram? Nem tud beszélni. Na, az király. Akkor esetleg ez a te kocsi? A fickó nem csinált semmit. Én nem is ezt mondtam. Szóval a tiéd? Befejeznéd ezt? Ha nem te vagy az adós, maradj ki ebből, jó? Te vagy Michael? Ha te vagy az, akkor kérem a kulcsokat, oké? Az a fickó tényleg az agyamra ment. Elég volt a robot cuccból. Vegye komolyan. Hagyja ezt abba. Ugyan már. Elvontatjuk a kocsit. Ennyi. Na jó, el az útból. Húzd. Ott egy busz megálló. Miért nem fizettél? Jó kérdés. Szállj már le! Vigyázat! Menjetek az útból! Hé, menj a kocsimtól! Nem érdekel, mennetek kell. Még bajod esik. Hallasz engem? És te hallasz? Hallasz engem? Ez a pantomim eléggé kikészített. Egy darabig ott állt kifestett arccal. Most meg üvöltözik velem. Nem. Nem tudok erről sokat, de kiakasztott. Remek. Vajon most mit akar mondani? Jól van, mondja Teréz anya. Jól vagy? Baja lett a kocsinak? Úgy nézek ki, mint aki jól van. Most mi van? Mi a franc volt ez? Hogy érted, hogy mi volt ez? Először is nem azt mondtam, hogy csak az adóssal beszélj. Nem is tudtam, melyikük az. Hogy érted, hogy nem tudtad? Csak kizárásos alapon. Öt fickó. Figyelj, Carlos! Carlos, maradj csöndben! Jó. Haver, miért verted le a fickót? Fenyegetett. Többször is megfenyegetett. Meglökött? Igen. Oké. Mit csinálsz, amikor valaki meglök? Most te is kezded. Egyáltalán meg akarod tartani a nyavajás állásodat? Csak mert most nem úgy viselkedsz. Sajnálom, végeztünk? Igen, végeztünk. Mára ennyi. Jól van. A telepen találkozunk. Értem én. Értem. Minden róla szól. Most minden róla szól. Nem tudom megmagyarázni Sonjának, hogy az a pantomim a frászt hozta rám. Feszült pillanat volt. Igen, kiakadtam, de nem sérült meg senki. Minek a felhajtás? Nem tudom, a tesóm honnan szedte ezt a srácot, de ha nem szedi össze magát, csoda lesz, ha kihúz itt 3 hónapot. A folytatásban Lou találkozik valakivel, aki szégyent hoz a behajtókra. Mi van veletek, ha még egyszer meglöksz? Ez is egy újabb szép nap a napfényes San Fernando völgyben. Nagyon vidám vagy ma. Igen, az élet szép. Nos, egy 1963-as Sunbeam Alpine-t keresünk. Meglep, hogy Lou nem akart jönni. Viccesen néz neki abban a kis kocsiban. Ó, oh, az tényleg vicces lenne. El tudod képzelni őt abban a kocsiban? Így van, Lou nagyobb, mint az a kocsi. Magánkereskedői hitel. Megérkeztünk. Ez az a cím. Ez könnyen ment. Szerintem is ez az. Írja az elején, hogy Sunbeam. Így van. Na jó, segítek rátulatni. Állj! Nem akarom elvontatni. Kérd el a kulcsokat, nem vontatjuk. Hol van ezen az alvásszám? Fogalmam sincs, jó kérdés. Nem látok semmit az ajtón. Van rendszáma? Igen, de biztosra akarok menni, bekopogsz. A fickó neve... Lecserélte a rendszámot. Hogy hívják? Szel. Hello!
Jó napot, Seth keresem. Igen. Maga az? Igen. Jó, hogy van, Seth? Jól, mi történik? Froy vagyok, a kocsijáért jöttünk. Miért? Mert nem fizette a részleteket. Oh. Kihozná a kulcsokat, hogy elvihessük? Várjon egy percet. Elnézést. Beteg vagyok. Rendben. Mi ez, influenza? Nem, rákos vagyok. Nagyon sajnálom, uram, nagyon sajnálom. Haldoklom. Kemúra járok. Értem. Semmim sincs. Elnézést. Jól van? Beszélhetnénk egy percet? Persze, csak nyugodjon meg, rendben. Várjanak. Jól van? Nem. Jól van? Nézzük, most fejeztem be a kemót. Most ért véget. Értem. És semmim sem marad, csak ez a kocsi. Értem. Nincs pénzem, nincs biztosításom. Az összes pénzemet elvitte ez a rohadt betegség. Jól van, nyugodjon meg. Én egy percig nem hittem ennek a fickónak, és nem értettem, Matt, hogy vehette ezt be. Ezt elmondta a banknak is? Igen, de senki nem állt velem szóba. A felesége? A feleségem meghalt egy évvel ezelőtt. Ezért vettem a kocsit. Ha ideges, az nem segít. Nézze, hadd beszéljek a társammal, jó? Kérem, felhívjuk köszönöm. A főnökünket. Köszönöm. Nem ígérek semmit. Felhívom a főnökömet, hogy kiderítsem, mi folyik itt. Rendben, nyugodjon meg, ne erőltesse meg magát. Nyugalom. Nem veszi fel. Mi? Nem veszi fel a telefont. Kit hívjak fel, Sonyát? Igen, valakinek segítenie kell, mert én nem viszem el ezt a kocsit. Két embert veszítettem el a rák miatt. Nem megy. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Én ezt nem tudom megtenni. Nem tudom, mi van Lou-val mostanában. Nem veszi fel a telefont, sosincs itt. Úgy érzem, történik valami. Most fel kell hívnom az irodát a fontos döntésekért. Nézzük, én tudom, hogy ez a munkájuk. Vigyenek be a kórházba, ha elviszik a kocsimat. Megpróbálom elintézni, uram. Én személy szerint nem fogom elvinni a kocsiját, az biztos. Mit mondtak? Figyeljen, a főnököm nem veszi fel, de az irodavezető azt mondja, el kell vinnünk. Ne, kérem! Még ha ma nem is viszem el, és nem végzem a munkámat, biztosan kiküldenek egy másik céget érte. Lehet, hogy azok az emberek be sem kopognak majd, csak fogják a kocsit és elmennek. Ez nekem nem megy, Froy, képtelen vagyok rá. Nem megy. Hallgasson a társára. Én ezt nem tudom megcsinálni. Kérem, segítsenek. Oké, felhívom a bankot, és ha ők azt mondják... Sal, mi folyik itt? Semmi. Mi történik? Azt mondta, a felesége meghalt, uram. Igen, mi? Meghaltam? Oké, egy pillanat. Egy pillanat. Hadd kérdezzek valamit, hölgyem. Tényleg rákos a férje? Rákos? Angela, kérlek! Nem, ő hülye. Angela, tudod, hogy nem vagyok jól. Várjon, hadd kérdezzek valamit. Mit? Mag tényleg hagyta? Mit? Tudva, hogy a rokonaim így haltak meg, eljátszotta ezt velem? Sajnálom a családját. Játszott velem? Tényleg sajnálom. Sajnálja? Mi ez a rák dolog? Maga a legnagyobb szemétláda, akivel találkoztam életemben. Látod, mit csináltál? Most itt lóg rajtam ez az állat. El akarják vinni a kocsit? De még mennyire, hogy elviszik a kocsit? Nem viszik csak sehova. Figyeljen, látni akarja, el hogy elviszem? Igen. Igen? Miért hazudott ilyet? Maga nyomorult, szánalmas lúzer. Hova mész? Ugyan már! Így könnyebb lesz, tessék! Takarodj innen! Szemét vagy! Köszönöm, hölgyem. Szerencséje van, hogy ilyen felesége van. Ó, pofa be! Ez volt az utolsó Sal. Elegem van. Ha ebben hazudott, el tudom képzelni, miket mondott még. Tényleg elviszik? Mondtam, hogy ne vedd meg ezt a kocsit. Mekkora egy szemétláda? Ez a fickó megríkatott, mert elhittem neki, hogy haldoklik. Ezt nem hiszem el, tényleg sírtam. Ezt meg fogjuk kapni Lou-tól, és Sonyától is. Na, azt már nem. Megvan a kocsi. Mindegy. Nagyon örülök, hogy ott volt a felesége. Idióta. Ez egy önkéntes behajtó? Igen. Mikor érünk oda? Még pár ház. Ott van jobbra. Itt és itt van a kocsink is. Oké, tolass. Várj egy percet, hadd mondjam el, mi van. Ez egy átverés. Mi? Egy 2004-es Ford 250F-et keresünk, amit ezek a behajtók elrejtettek.
Én átfaxoltam nekik egy utasítást, hogy jöjjenek érte, szóval itt lesznek. Neked kell eljátszanod, hogy te vagy az adós. Tudod, amikor egy behajtótól kell elvontatni egy kocsit, akkor okosabbnak kell lenned nála. Én ebben vagyok a legjobb. Ezek tényleg azt hiszik, hogy átverhetnek? Na, azt már nem. Én nem tudom, meddig bírom még azt, hogy nekem senki nem mondja el, mi van. Ha el kell játszanom valamit, szóljanak. Nem szeretem a meglepetéseket, mert sosem sülnek el jól. Legalábbis én még nem tapasztaltam. Egy 2004-es Ford. Itt jön. Hívd fel. Ez a rendszám. Mi újság, tesó? Hé, megjöttek. Ellenőriztem a rendszámot. Most állnak be, készülj fel. Nyugi, jól van. Jól van, szia. Kapjuk el őket. Legalább megnézi a kocsit a fickó. Hello. Szia, hogy vagy? Meg vagyok. El kell vontatnunk a kocsit. A bank nem szólt, mert szóltam nekik, hogy holnapig nem tudom odaadni a kocsit. Én ebben nem segíthetek. El kell vinnünk a kocsit. De én nem adhatom oda. Én mindenképpen elviszem, akár tetszik, akár nem. Én meg azt mondom neked, hogy nem viszed sehova. Miért? Mit fogsz csinálni? Oké, csak próbáld meg. Nem fog menni. Na jó, ne szórakozz velem. Csinálj, amit akarsz. Én nem mozdulok innen. Nem érdekel. Oké, próbálkozz csak. Elvontatom, ne aggódj. Lássuk. Elvontatom. Azt már nem, a kocsi maradt. Hívd fel a bankot, oké? A bankot? Nekik dolgozol, miről beszélsz? Oh, hé, mit csinálsz? Mi ez? Ez behajtás, haver. Mire? Te is tudod, mi folyik itt, haver. Már kerestünk. Miért vannak itt a kamerák? Mi ez? Kik vagytok ti? Hollywoodi álbehajtók. A fickó tényleg álbehajtónak nevezett minket, mert én fizetem a dolgaimat, és te nem? Ezért kaptalak el? Ki kamuzik? Ki jön itt a kifogásaival? Miért nem viselkedsz úgy, mint egy férfi, és fogadod el, hogy elkaptalak, öreg? Állj, nézd, haver, a kocsi behajtás alatt van. Te bujkáltál mindenki elől, már 3 hónapja keresünk. Miről beszélsz? Nem fizettél. Te fizettél, nem? Jaj, ne már, csak 1 hónappal tartozunk. 3 hónappal tartozol, ember, rendben? Nem, fizetünk, ha most megkapjuk a kocsit. Haver, nem tudsz kifizetni ennyi pénzt. Szállj ki a kocsimból. Állj, hé. Most rögtön, szállj ki a kocsimból. Ez nem a te kocsid. De nem is a tiéd. A miénk, ez a mi kocsink. Meg ne próbáld. Írj magadnak meghatalmazást. Én sem másztam be a kocsidba, igaz? Igen, persze. Ne nyúlj a kocsimhoz. A kocsit már megakasztottam, oké? A levegőben van, elvihetem. Ne már, haver, ez nagyon aljas. Te is behajtó vagy. Tudod, hogy megy ez? Ne csináld. Tudod, ahogy ezek a fickók viselkednek, rossz fényt vetnek azokra, akik keményen dolgoznak és megpróbálnak megélni ebből a munkából. Ezért nem tetszik ez a nyafogás. Oké, kérlek. Szállj be. Szállj be. Akkor behúzok egyet. Inkább én. Oké? Jól van. Igen, mert a családom szájától veszed el a kenyeret. Senki, pont ezt csinálod. Hé, szállj ki a kocsimból. Vedd le rólam a kezedet. Ne nyúlj a kocsimhoz. Nem mondtam már, hogy ez nem a te kocsid. Fogadjunk. Meggyűlik velem a bajod. Nem hinném. Kell csinálnom semmit. Hé, ne nyúlj a testvéremhez. Vedd le rólam a kezedet. Ne nyúlj a testvéremhez. Mi bajotok van? Én tényleg kinyírlak. Lögdös csak, nyugodtan, gyerünk! Na gyere! Ha még egyszer hozzám érsz! Lögdös csak, velem kötözködj! Húzzatok innen! Takarodjatok! Amikor ez a fickó elkezdett velem kötözködni, a tesóm kiakadt. Szerintem azért, mert nem akarja, hogy bajom essen, mert attól kiborul. Mielőtt bármi történik, ő már teljes erőbedobással jön. Mit mondhatnék? Nem állíthatom meg, mert én is ezt csinálnám. Én segíteni akartam nektek, de így felejtsétek el. Takarodjatok innen. Oké, de ti gyalogoltok. Add oda neki azt a rohadt kulcsot, add oda. Mit csinálok holnap? Nem fogjuk kifizetni a számlákat, dagad barom. Add oda a kulcsot. Szép napot. Dögöljetek meg. Hé, annak ellenére, hogy idióták vagytok, hívjatok fel, holnap segítek. Fogd be, te barom. Fogd már be. Nyugi, srácok!
Nem hiszem el, hogy két ilyen tökfejjel kell foglalkoznom. Én szeretném helyreállítani a tekintélyünket. Új telepen van, új emberekkel, és nagy változások jönnek. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.